a negyedik évad második adás Remarque-nak a híres háborús regényéről, háború ellenes regényéről, a Nyugaton a helyzet változatlanról fogunk beszélgetni. A vendégeink pedig Szarka Judit, aki nem először van itt velünk az írta és olvastában, és egyébként mozgókép és média szakos tanári végzettsége van, úgyhogy majd fogunk erről beszélni, hogy a regény meg a filmek kapcsolatával készültünk. Másik vendégünk pedig Péter Zoltán, ha jól tudom, a Szilveszter gimnáziumban történelem és magyar szakos tanár. Igen. Szuper. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és akkor elmondom a koncepciónkat, hát nem egy nagyon összetett koncepció. Elolvastuk a regényt, és megnéztük hozzá a 79-es klasszikus filmet, ugye a Ian Holm a Himmel Stossnak a szerepében. Igen, meglepetés volt, hogy Bilbót játszott, én onnan ismerem őt főleg. És ugye a tavalyi film pedig, a 2022-es filmváltozat, ez pedig, ha jól tudom, 5 Oscar díjat zsebelt be. Nem tudom biztosan, hogy honnan kellene kezdenünk a beszélgetést, úgyhogy futhatunk egy benyomáskört is. Én bevallom, hogy én a Remarque könyvet most olvastam először. Kamaszkoromban a Diadali Várnyékában az volt a nagy szám, azt olvastam. A Nyugaton a helyzet változatlan, azt most olvastam először. Engem sokkolt, hogy ez egy mennyire jó regény. Tehát a regényről az első benyomásom az, hogy erős, ütős, igazmondó. A 79-es filmről arról nagyon jó véleményem van, ott azt mondanám, hogy árnyalt karakterek és nagyon pontos problémalátás. Kiemelten fontosnak tartom, hogy ez a film foglalkozik azzal a problémával, hogy mi van akkor, hogyha hazamegyünk szabadságra a háborúból. A 2022-es filmről pedig pozitív értelemben gondolom azt, hogy ez, tehát abszolút pozitív értelemben ez egy politikus alkotás, nagyon odafigyel az aktualitásokra, tehát hogy ez egy elég edukatív jellegű film arról, hogy miképpen, tehát hogy mi a feszültség a propaganda szöveg és a háború megtörténése között. Tehát nagyon fontos a 2022-es filmben, hogy ott bejön egy teljesen új szál, ugye a politikusok belső csatározásai ellenpontozzák a hadszíntéren történteket. Tehát én ezt a politizáló, edukatív vonalat nagyon jónak gondolom ebben a filmben, miközben hát egyértelmű, hogy ennek van egy ilyen jellegzetes tömegfilmes hangvétele, amivel egyébként nincs probléma. De érzékeny a filmnek gondolom a 79-est. Nekem nagyon tetszett az új film. Azt gondolom, alapvetően baklövés a tábornokoknak a szerepét ennyire kiemelni. Ugye ez egyáltalán nincsen benne a regényben, tehát hogy az egyébként is nagyon szabadon elemzi, vagy nagyon szabadon használja a szöveget az 22-es verzió. Viszont ennek a sztorinak iszonyúan jól áll az a filmtechnika, amit hozzá tudtak tenni 2022-ben. Tehát, hogy az, amennyire ez a világ tényleg kietlen lesz, amennyire tényleg egy darab sáros földért halnak meg ott ezrek, az szerintem pótolhatatlan. Tehát itt a látványnak a szempontjából, ugye itt a 79-es film nagyon sok pozitívuma mellett azért egy picit inkább abszurd volt, ahogy ott futkosnak az egyik lövészárokból a másikba, mert közben a hatása az inkább egy ilyen napóleoni háború, mint ez a brutális vérszivattyú, ugye, amit az első világháborúról, meg az állóharcokról szoktak beszélni, és ez a film, ez szerintem egészen profi megcsinálja, tehát a hideg futkos a hátamon végig. A hangeffektektől, a képbeállításoktól, attól, hogy ennyire gyönyörű. Tehát, hogy ez milyen bizarr, nem azok a természeti képek, amiket tényleg ilyen nagyon, nagyon szép beállításokkal összemontíroz ezekkel a felfoghatatlan borzalmakkal, és így egymásra vágja őket. Ez szerintem egy nagy bravúrja ennek a film. Akkor jövök én. Nekem, tehát amikor először láttam a 79-es filmet, azt hiszem 11. év vége volt, vagy 12. év eleje valahogy. Így történelem órán néztük meg.
finestanul mindig le is vetítettem a aktuális korosztálynak tanórákon, mert tényleg szerintem jól átadja az első világháborút. Amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy én annak hatására olvastam el a könyvet, és most ugye hallottam, hogy megjelent ez az új film, valamennyire utána olvastam, de én csak most néztem meg először, és abból a szempontból teljesen egyetértek a Marcival, hogy gyönyörűen van feldolgozva képi világgal, illetve amennyire sokat beszélő a 79-es film, és mondta Judit, hogy mennyire érzékeny, ezzel teljesen egyetértek, annyira keveset beszél ez a film. Tehát, hogy ugye ezek a fejhangok, amik ugye itt az elbeszélőnek sorai tulajdonképpen ugye ebből teljesen ki vannak vonva. Én egyébként szeretem azokat a történeteket, amiben van egy elbeszélő, és maga a magyar hang is ennek a Paul Baumernek a 79-es filmben engem rögtön beleszív ebbe a világba. Én azért megfogná a kezemet, és berántana ebbe. Ettől a 22-es film annyiban eltér, hogy talán pont ennek az ellentétét éri el. Tehát, hogy egy pillanatig nem érzem saját magamat érintve ebben a történetben, vagy hogy nem tudom, de nem szív úgy be, még akkor sem, hogyha teljesen közel hozzá egyébként, hogy milyen volt valójában az korabeli harci, tehát maga milyen volt front, milyen volt ott létezni. Nekem a képeken túl a szöveg ez egy picit ezt jobban átadná, de egyébként nem kritika, egyszerűen csak más megközelítésű maga a film. És amit még mondani akartam, az, hogy ezen az új filmen éreztem legkevésbé azt, hogy ez a nyugaton a helyzet változatlan. Olyan szempontból, hogy mint hogyha első hangzana benne ez a mondat, ami ugye a 79-es filmnek, illetve magának a regénynek is a záró motívuma, és ami miatt szerintem akkor átüt ez az egész. Mert ugye minden, ahogy van, ugye átalakul. Ettől függetlenül természetesen a címében benne van. Igazából nekem azzal nincsen bajom, hogy ez a film nem akart az a regény lenni, mert hogy így legalább, de ez fölösleges 40-50 évvel később leforgatni ugyanezt a filmet, csak új eszközökkel, ennek egy teljesen új mondani valója van. És még visszatérve, vagy inkább reagálva arra, hogy ugye itt a tábornokok jelennek meg, amiről ugye az eredeti könyvek nem nagyon szólnak, vagy hogy maga a könyv ugye nem nagyon szól, de hogy valahol meg ugye mégis, hiszen többször is elhangzik a katonáktól, hogy ezt a háborút igazából nekik kéne vívni, és hogy ilyen alsógatyára vetkőztetve kellene egymást csapkodniuk egy arénában, és aki legyőzi a másikat, az megnyeri a háborút, ami azóta valószínűleg egészen sokszor visszatért már itt a ukrajnai háború miatt is, hogy akármikor, amikor ilyen szörnyűségeket látunk. Szóval szerintem amikor kitaláltuk, hogy legyen ez a film, és legyen ez a könyv, még nem gondoltuk talán, hogy ennyire aktuális lesz, hogy ez a három ez szerintem iszonyatosan jól kiegészíti egymást abban a narratívában, hogy maga a háború az mire van egyáltalán. Én 11-es voltam, vagy 12-es, amikor olvastam. Azért olvastam el, mert a töri tanár ajánlotta. Tehát, hogy történelem órán feljött róla a szó. A filmből vetített le részleteket, arra emlékszek. Aztán, ahogy így kutattam az emlékeimben, valószínű, hogy a filmet egészben meg sem néztem, csak most a régi filmet, illetve az új filmet is most néztem meg. Igen, szembetűnő volt, hogy az új film az nem teljesen a regénynek a filmváltozata, hanem abból kiindulva egy saját önálló műalkotásnak is tekinthető, hogy az alapján egy variáció, annak egy újfajta feldolgozása, átírása, ami persze nem baj. A képi világa tényleg nagyon jó az új filmnek, és tényleg nagyon jó annyiban, és köthető a regényhez, hogy nagyon jól visszaadja azt az apokaliptikus, azt a világvége hangulatot, hogy egy darab földért harcolnak, hogy nincs kiút, hogy nincs változás, hogy sose lesz vége. És akkor ezt még fokozza ugye a végén azzal, hogy kiadják már a tűzszünetet,
megkötik, és akkor utána még a tábornok azt mondja, hogy 11-kor van hivatalosan tűzszünet, még azt a földarabot, nem emlékszek már a nevére, de azt még elfoglaljuk, és az még német föld lesz, és még az utolsó fél órában belehajszolja őket egy harcba, és utána az utolsó fél órában hal meg a főszereplő ebbe az új verzióba. Ez is még hátán egy kicsit didaktikusan, de jobban kiemeli ugye az értelmetlenségét az egésznek. Tulajdonképpen, mintha a 22-es filmet teljes mértékben erre az értelmetlen pusztításra húzták volna fel, hogy semmi értelme nincs, nagy urak játszadozása, és a közkatona az rajta veszt. És egyébként érdekes volt, hogy olvastam 17 évesen a könyvet. Megmaradtak, nyilván nem emlékeztem egy csomó mindenre, megmaradtak a könyvből képek. De az, hogy milyen döbbenetesen jó könyv, és mennyire döbbenetesen adja vissza a háborúnak a poklát, azt igazából csak most éreztem át, hogy újra elolvastam. Meg hogy igazából milyen rövid ez a könyv, és mégis mennyi minden van benne. Ugye ez egy 29-es regény, és azt is tudjuk, hogy a szerző az érintett, tehát hogy ő 17-ben fronton sérülést kap, és a kórházban túléli az első világháborút, de nyilván ugye látta, amit látott. És azt szeretném tőletek kérdezni, mert én nem tudom, hogy így van ez, hogy az, hogy számunkra most 2023-ban annyira egyértelmű az, hogy nem, hogy ennek nem szabad újra megtörténnie, a regény ugye el is mond, ugye mire való az emberi kultúra, hogyha ilyesmi történik a 20. században, az vajon nem ennek a regénynek köszönhetően ilyen nyilvánvalóvá? Hogyha az a kérdésed, hogy ez a regény, vagy hogy emiatt a regény miatt, vagy gondoljuk-e azt, hogy a háborúnak nem szabad újra és újra megtörténnie, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen hozzájárul, de nyilván nem csak ez. Tehát, hogy mint egyfajta tégla, amit fölépítünk egy falat a háború ellen, abban ez az egyik első tégla valószínűleg. Még az a nemzedék, aki ezt az egészet átélte, és arra a következtetésre jut, hogy ennek nem szabad újra megtörténni, tulajdonképpen az a nemzedék vívja szintén a második világháborút. És a történelmből ugye tanuljuk is azt, vagy tanítjuk is azt, hogy ezek az emberek, akik a frontról visszatérnek, mennyire nem tudnak beilleszkedni, és hogy pontosan a fasizmus, meg a nácizmusnak is a fölemelkedése ezekre az emberekre alapszik, akik nem találják ugye a helyüket ebben a világban. Ők katonák lettek. Lehet, hogy tényleg egy nagyon fontos tégla, és egyébként megdöbbentő volt az a háború, az első háborúval kapcsolatban, hogy tényleg az értelmiség is mennyire lelkesedett érte. Tehát az értelmiség, az írók, költők, művészek, de nagyon sokan voltak, akik azért pártolták az elején, és csak később pártoltak el tőle, és már kevésbé voltak lelkesek a háborúért, és kevés volt az, aki felszólalt a kezdetektől fogva az értelmetlen pusztítás ellen. És valóban lehet, hogy kellett ez a könyv is ahhoz, hogy, és ezek a filozófiai fejtegetések benne, mert ez tényleg nagyon mélyen benne van, és ez mondjuk kevésbé jön ki a 2022-es filmbe, hogy mi lesz, ha egyszer véget ér a háború, és vissza kell térni a hétköznapi élethez, és azokkal az élményekkel, azokkal a élmények, apokaliptikus világ, ami körülvette őket, azok után lehet-e újra majd hétköznapi életet élni? Hazamehetnek-e a családjukhoz? Hazamehet-e az anyjához? Megnősülhet-e? Lehet-e gyereke? És mint hogyha mi se történt volna, élheti-e utána tovább az életét? Mert ugye annyira kiesnek a hétköznapi életből, hogy sokszor a szavakat nem találják meg, hogy hogyan kellene például a vonaton, amikor megsebesülnek, a nővérhez szólni, hogy ki kell menni elvégezni a dolgát, és azt hogy tudná elmondani. Tehát lehet, hogy kellett hozzá ez is. Ugye én úgy tudom, ehhez egy történész jobban ért, hogy az első világháborúban az volt a nagyon-nagyon sokkoló, hogy ez volt az első igazi tömegháború, az első igazi gépesített, tehát ilyen nagy üzemként működő háború, amit egyébként ez a 2022-es film valóban elképesztően jól érzékeltet. Az egésznek a mészárszék jellegét, meg hogy itt a gépek úgyis mindenkit bedarálnak, tehát hogy a háború maga, mint egy gépi mechanizmus jelenik meg, amit mindenki bedarál, ami mindenkit bedarál, és közben, hát mi most már tudjuk 2023-ban, hogy ennek a folyamatnak a mélyén már ott készül a következő még szörnyűbb
dolog. Ugye a 2022-es filmben ott ki is mondják a békekötés aláírásakor, hogy egy gyűlölt békediktátum az megágyaz a következő háborúnak. És azt is látjuk, ahogy engem egyébként ez kötött le talán leginkább a regényben is, mind a két filmben is, ahogy kiépülnek a gyűlölet útjai, a gyűlölet belső útjai, ahogy narratívák kialakulnak, ugye az iskolában szaval a tanár a nemzeti dicsőségről, amelyet folytatni kell a diákoknak azzal, hogy Dulce et decorum pro patria mori, milyen szép nemes dolog meghalni a hazáért. Aztán ugyanez a hamis narratíva megy tovább a politikusok megszólalásában, miközben látjuk a 2022-es filmben, hogy az apa komplexusos szadista birkózik ugye a kicsit óvatoskodó szociáldemokratával, és hogy ez a, tehát ez a hazug narratíva hogyan épül be a mindennapokba. Amikor a 79-es filmben azt mondja az apa, hogy na de gyere már el a haverjaimhoz egyenruhában, mert büszkélkedni akarok veled. Vagy ez az irracionális kérdés az anyától, hogy nagyon szörnyű ott. Tehát, hogy azt is látom a filmben, meg a feldolgozásokban, ahogy létrejön az a fajta történet, hogy átitatja az egész társadalmat egy hazug narratíva a kiválasztottság tudatról, meg a felsőbbrendűségről, és hogy ez megágyaz a gyűlöletnek. Egyrészt megágyaz a kommunikálhatatlanságnak, tehát, hogy ezt a 79-es film mutatja meg, hogy nem lehet beszélni arról, ami történt a fronton, és nem azért, mert nem illik, nem nincsenek rá szavak. Nem lehet elmondani. Ugye ennek később majd lesz a változata a Soából visszatérteknél. Évtizedekig hallgatnak, mert nincs nyelv, ami el tudná mondani a dolgot, és ez a közben és a társadalom meg öntudatlanul hárít. Tehát vannak problémák, meg biztos szörnyű, de azért mi ezt tudjuk civilizálni, ezt a narratívát. És hát az mondjuk szerintem a 2022-es filmben egy szuper jó dolog, hogy egy nagy ötlet, hogy ez a dicsőség örvén beépülő gyűlöletbeszéd egyszer csak a kisembernél úgy csapódik le, hogy a liba tolvajra evidens, hogy puskát fogunk. És az apa megtanítja, mit tudom én, 10 év körüli gyerekének, hogy így intézzük el a problémákat. Háború közepén, mikor mindenki éhezik, és nekünk van libánk is, meg mindenfélénk, ha bejön valaki libát lőni, akkor hasba lőjük. Egyébként a filmben, a 2022-esben nekem az is megdöbbentő a végén, hogy senki nem mond ellent az értelmetlenségnek, mikor az utolsó fél órába, utolsó egy órába összeterelik őket, és nem tesznek semmit, és ez a nem tettünk semmit, ez például a sorstalanságban is megjelenik a végén, mikor mondja neki, mikor visszatér, és mondja a szomszédoknak a Gyuri, hogy mindenki megtette a lépéseket, ami oda vezetett és levezeti, és akkor ők kikérik maguknak, pedig valahol megtették. Tehát valahol megtette a társadalom, és valahol a katonák is megtették ezeket a lépéseket, és persze a háború hevében van az a pont, amikor nem mondunk ellen. De hogy annyira elgépiesednek, annyira bennük van a parancs teljesítése, és hogy harcolni kell, hogy itt a film ezt nagyon jól megmutatja, hogy az értelmetlenség ne továbbja, hogy az utolsó fél órában még harcolniuk kell, és senki nem mond ellent. Senki egy szó nélkül mennek, és ott ugye látjuk a kameraállásba, követjük a főszereplőt, ahogy elesik, senki nem gondolja azt, hogy ennek semmi értelme, és nem vagyok hajlandó, és leteszem a fegyvert. És igen, a társadalomnak ebben megvolt a szerepe, és egy kicsit a
És a 29-es filmnél, amikor a levelet írja az anyjának, mielőtt visszamegy a frontra, és ki is jön, hogy itt tulajdonképpen ő belekerül egy másfajta közösségbe, és egy fal lesz közte is a társadalom között, a katonák és a társadalom között, és ezért se tud beszélni. Szerintem nem csak a gyűlölet miatt, hanem mert tényleg azt, hogy nem tudja elmondani, és nem is tudja megérteni, és nem is akarja elmondani, mert vannak a civilek, akik érdik a hétköznapi életüket a maguk téveszméi közepette, hogy milyen a háború, és vannak a katonák, akik a valóságot megtapasztalják, és talán egy kicsit védeni is akarja az anyját, az apját, a szüleit, a szeretteit ettől. Meg lehet, hogy még a tanárát is, hogy a teljes kudarca ennek a világnézetnek, ennek a nacionalista felfogásnak, ennek a gőgösségnek, ami ebből az egészből fakad, és emiatt is úgy van, hogy akkor egy ilyen sajátos zárt rendszer alakul ki a katonák között, ami elválasztja őket, ami egy olyan falat képez, amit nem tudnak lebontani, és nem is akarnak. Mert nincs rá nyelv, nem is lehet, nem is értenék meg, és minek vitatkozzak vele, ha nincs semmi értelme, mert egy kicsit fanatikus is az, aki annyira hisz benne, hogy győznünk kell, meg mikor ott vitatkoznak, hogy mit kellene elvenni Belgiumtól, meg Franciaországtól, és hogy ő még tényleg abban hisz, hogy ennek van értelme. Ő meg már tudja, hogy nincs. Egy nagyon picit beszéljünk már arról, hogy ugye mondtad ezt, Judit, hogy ez a nyelv határa. Ugye, tehát, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet elmondani. És ez azért nagyon izgalmas, mert ugye ez egybeesik, már mint a világháború alatti feldolgozása ennek a traumának, meg az utána lévő pacifista mozgalmaknak ez irányú törekvése. De egybeesik az avantgárdnak egy ilyen új nyelvhasználat keresésével. Tehát, hogy tök érdekesek ennek a regénynek az expresszionista jelenetei. Iszonyúan emlékeztet arra, hogyan a korabeli értelmiség próbálja feldolgozni a leghíresebb talán a húsvét előtt a Babicsnak ez a malomképe, ugye a gépezetről, ami földarálja ezt az ember tömeget. Én ahol nagyon hasonlót olvastam, ugye egyébként a Remarque ezt is nagyon finoman csinálja, mert ő nagyon sokféleképpen beszél erről, tehát hogyha figyeltétek, van, ahol tényleg ilyen nagyon naturális, meg expresszionista, és van, ahol ilyen jegyzetszerű, hogy hogyan kell túlélni a frontot, picit, mint az Iván Jeniszovics egy napja, mintha nem is történne ott közben semmi rettenetes, tehát hogy ezekkel így a feszültséget tudja kelteni. A kedvenc pontomon meg szerintem már olyan, mint egy görög sors tragédia, de arra még lehet, hogy visszatérünk. Azt akartam csak mondani, hogy ahol én nagyon hasonlót olvastam ehhez, az Passák. Passáknak a világháborúról szóló ilyen tárcanovellái azok, amik ezt az ilyen embertelen gépi brutalitást így a maximumra kipörgetik. Annak egy nagyon furcsa sajátos nyelvhasználata van. És akkor, ha már itt az avantgárd mozgalmaknál tartozunk, azon gondolkoztam, hogy teljesen igaza van abban Zoltánnak, meg nektek is, hogy elvettek egy generációtól egy kulturális identitáshoz tartozó beszédmódot, hogy meg akarom kímélni a hozzátartozóimat az igazság durvaságától, stb. Ugyanakkor az összes avantgárd mozgalomban szerintem van egy ilyen hihetetlen erős igazmondási kísérlet. Ezért is van a nyelvkeresés, mert hogy a mindenféle jó szándékokkal való elhazudása annak, ami történt az első világháborúban, ahogy Zoltán is mondta, az bizony egy lépés, vagy egy lépés sorozat a második világháború felé. És akkor én is arra hivatkoznék, amit mondtál Zoltán, a sorstalanságra, ahol a Köves Gyuri azt mondja, hogy na de az, hogy én eljutottam Buchenwaldba, azt az iskolai órákon készítették elő a tanáraim, míg az irodalomról meg a történelemről beszéltek. És hogy megmaradt ez a beszédmód a társadalomban is, az megágyazott annak, hogy igen, igazatok van, ezek a katonák nem tudtak többet visszatérni, és akkor jó alanyai lettek a következő világháborúnak. Na de a civil társadalom is nagyon jó alanya lett a következő háborúnak. A, hogy kell besúgni, hogy kell elrabolni a szomszéd vagyonát, hogy kell félrenézni, hogy kell megint nagy szövegekkel leönteni a borzalmakat. Tehát ez a nyelvkeresés, meg az elmondhatóság és az elmondhatatlanság problémája, azért ez tényleg élethalál probléma volt akkor. És azt hiszem, Azzal bizonyos szinten ma is az. abszolút. Én eleve szerintem általánosabbá is lehet tenni ezt a kérdést, a könyv azt szerintem nagyon sok szinten beszél erről, hogy el lehet-e beszélni a háborút.
Mert hogy mi itt hárman vagyunk abban a helyzetben, négyünk közül, hogy már beszéltünk háborúkról tizenéveseknek történelem órán, hát annak azért nyilván nincsen köze a háborúhoz, tehát hogy mi nem a háborúról beszélünk, egy történelmi narratíváról beszélünk, ilyen gazdasági viszonyrendszerbe helyezzük bele főleg ezeket az eseményeket, meg ilyen szövetségi viszonyrendszerbe, vagy valami ilyesmi. És hogy amikor ott a kocsmában az apja barátaival sörözik, akkor mondja neki ezt az egyik öreg, ugye mondja a Paul, hogy hát nincsen túl sok remény ennek a háborúnak, nagyon rossz az ellátás, tehát próbál mondani valamit ténylegesen a frontról, amit tud, és azt mondják neki, hogy ezt te nem tudhatod meg, te csak azt a kicsi szeletét látod, mi meg innen az egész nagy képet látjuk. És hogy bámulatos, hogy az ember tényleg ebben az illúzióban van. De szerintem ez egy nagyon érdekes fogás a filmben, és hogy túlmutat magán. Tehát én azért gondolom, hogy ez egy abszolút mai probléma is, hogy nem tudunk igazából elbeszélni történelmi eseményeket. Az jutott eszembe, amikor én nekem ez a történelem szakon egy nagy felismerés volt, hogy tulajdonképpen a mikrotörténelem az egyetlen valódi történelem. Tehát úgy tudunk beszélni egy eseményről, hogy elfogadjuk, hogy az egy szubjektív benyomás. És ezt nyilván a Römer is átlátja, mert belső nézőpontú elbeszélővel mondatja el a történetet, ami egyébként egy csomó problémát felvet, például hogyan fejezel be egy regényt, aminek meghal a főszereplője, aki eddig beszélt, tehát hogy ezzel is próbálnak valamit kezdeni a filmek, de ugye szerintem nagyon érdekes, én erre rá is kanyarodnék, hogy ezt a narrációs technikát, ezt mennyire éreztétek szerencsésnek, vagy mit tudtak ezzel kezdeni a filmek. És azt, hogy mennyire elbeszélhető valami, mennyire nem, hát azt gondolom, hogy egyébként itt nem feltétlenül nem arról van szó, hogy nem igazat mondanak, hanem tényleg az, hogy hogyan érzékeltesse valakivel, hogy mi történik ott, akinek korlátozott az ismeretanyaga is ahhoz, hogy ezt meg tudja érteni, hiszen nem tudja, hogy az a füvítés, amit a vonatról is hallani tud, az voltaképpen egy ugyanolyan, mint a gázgránátoknak a hangja. Tehát, hogy egy tök másik, mint hogyha fizikailag nem lenne meg az eszközünk arra, hogy valamit értelmezni tudjunk. Tehát lehetetlen igazából. Biztos, de rengeteg hárítási mechanizmus is van. Tehát Van. például azt gondolom, hogy ugye az első világháború után, javítsatok ki, ha nem jól tudom, hogy ugye megjelent egy ilyen fogalom, hogy akik visszajöttek néhány végtaggal, kevesebbel, vagy nem tudom hogyan, a háborúból, megjelent egy ilyen, hogy légnyomást kapott. Azóta már összerakták a pszichológusok, hogy PTSD-s volt rengeteg visszajött veterán, amit akkor így magyaráztak, hogy légnyomást kapott. Tehát, és ez most nem vádbeszéd, ez is egy emberi tulajdonság, hogy iszonyatosan nehéz szembenézni egy olyan traumatikus tudással, ami a kiépített védőbástyáinkat vagy önértelmezéseinket alapvetően megkérdőjelezi. Azt mind a két film csodálatosan megmutatja, hogy ahogy ez a srác elnémul vagy elveszíti az emberi arcát, mert ő neki nincs módja ez elől kitérni, hát ott van egy húsdarálóban. De hogy a társadalom ezzel szemben iszonyatosan védekezik, tehát azért az első világháború után ott volt egy csomó légnyomást elszenvedett konkrét ember. Meg ott kéregetett minden második utcasarkon egy lábatlan, karotlan, kartalan valaki. Tehát, hogy van a társadalomban és minden egyes emberben egy öngyilkos védekezési mechanizmus, hogy elfordítom a fejem, nem nézek oda arra a jelenségre, aminek kapcsán radikálisan kéne kérdezni. De ez a mai világunkra ugyanígy igaz, hiszen ugye Így van, csinálta pontosan. hajléktalanokkal, amikor már 25-ére, nem kell 25-ére, másodjára csöng, vagy izé kopog be az ablakon a kocsiba a pirosnál, és akkor már elfordulsz, mert már nem tudod fölvenni ezt az adott szituációt, akkor hogyha az előzőnek éppen segítettél.
Egyébként a nyelvről még csak annyit, hogy vannak olyan részek, ahol nem tudom a német eredetibe, hogy van, mert a mondatszerkezetet a fordítás megváltoztathatja, de ugye a magyar fordításban nagyon tömören, szinte tőmondatokba beszél folyamatosan. Tehát vannak, mikor a töltsérben van benne, mikor beleugrik a töltsérbe, és egyedül van a töltsérbe, és hallja körülötte a lövöldözéseket, és jön a gáz, és beletenyerel, ugye ezek a borzasztó képek, hogy beletenyerel egy nyitott mellkasba, a belegbe, azokat nagyon tőmondatokban mondja, nem cifrázza, nem írja úgy nagyon körül. Ugyanakkor meg vannak azok a filozofikus részletek, ahol azért összetettebb mondatok vannak, ahol bonyolultabb a nyelvi kifejezése. Tehát amikor arról van szó, hogy egy kicsit megpróbálja ezeket értelmezni, akkor egy kicsit összetettebb, kicsit bonyolultabb ez a nyelvi kifejezés, megjelennek az összetett mondatok, megjelenik az, hogy szebben formálva mondja el, vagy kicsit szép irodalmiabb stílusba. Amikor meg arról van szó, hogy a borzalmakat ecseteli, és nagyon jól működik szerintem, mert én igazán éreztem ezt az apokaliptikus víziót, ahogy ottan leírja. Ezekben a rövid tőmondatokban lényegre törően egyértelműen, és nincs is nagyon olyan nagyon részletes körülírás, hiszen mit lát a sötétben, mikor ottan azt látja, hogy azt hallja, hogy süvítenek a bombák a feje fölött, hogy valaki ottan éppen lezuhan mellé, kifordulnak a belei, beletenyerel a hasába, és a gázálarcot éppen korán veszi le, és ottan fuldokol mellette, és sötét van, vaksötét van, mit lát, mit hall. Hát utólag lehet erről mondani dolgokat, de abban az adott szituációban, hogy hogyan élhette meg, belső narráció, ugye ez nagyon jól működött, és nekem az nagyon tetszett ebbe, hogy egyes szám első személy volt, hogy a kisember szeméből mutatja meg az eseményeket a regény, és ugye a nagy embereknek a nézőpontját, a politika nézőpontját behozza a 2022-es film, és akkor így már három nézőpont van, nem? De hát akkor van a politika nézőpontja, ami a 22-es filmben jelenik meg. Mind a két filmben és a regényben is ott van ugye a katona, a közember nézőpontja, a kisemberi, aki elszenvedésbe kerül a húszsorálóba, és a 79-es filmben és a regényben ott van ugye a civil társadalomnak a nézőpontja, hogy ők hogy látják a háborút, az apa, az anya, a barátok, akik csak azt látják, és ugye itt az egoizmus, a jólét, ugye, hogy nekünk azért kell háborúba menni, hogy jobb legyen az országunknak, hogy gazdagabbak legyünk, hogy életteret kell nyernünk, hogy gyarmatokat kell nyernünk, és akkor ezt még lehetne fokozni, halmozni. És tulajdonképpen ez lesz az, ami igazából nagyon sok ilyen visszaemlékezés megjelent a második világháborúval kapcsolatban. Ha jól emlékszem, akkor a József Goebbelsnek a titkárnőjével is egy interjú sorozatot készültettek, és nagyon sokszor az jön le ezekből az interjúkból, hogy a jólét miatt, amit cserébe kaptak, ugye mert Hitler erre nagyon sokat adott, hogy azért a háborúra készülünk, de a viszonylagos jólétet biztosítsuk, azért hajlandóak voltak szemet hunyni. Ez a szemlélet biztos, hogy nem csak a két világháború között jelent meg, hanem előtte is. Tehát biztos, hogy az első világháborúban is benne volt a hátországban ez az önzés, hiszen ők nem látták a háborút, ők nem tapasztalták meg a borzalmakat, ők csak azt látták, hogy ebből hasznunk és nyereségünk lehet. És hogy nemzeti kötelességünk is, tehát a nacionalizmus is bejön, és az anyagi jólét, tehát a személyes kicsinyes célok. Azt akartam mondani a nyelvhez, ugye van egy nagyon érdekes jelenet, és talán ez az egyetlen ilyen jelenet a regényben, hogy a Polnak megvan a nyelvi eszköztára ahhoz, hogy beszéljen erről, csak nem látja semmi értelmét. Ez az, amikor az anyukájával beszél az utolsó éjszakán, amit otthon tölt. Egy picit beleolvasok, mert szerintem nagyon szép és nagyon érdekes. Azt mondja neki az anyukája, hogy vigyázzon a francia nőkkel. Ahol mi vagyunk, ott nincsenek asszonyok, mama. És legyen nagyon óvatos a harc téren, Paul. Ó, anyám, anyám, miért nem foghatlak a karomba? Miért nem halhatunk meg együtt? Micsoda szegény, nyomorult kutyák vagyunk mi. Igen, mama, óvatos leszek. Válaszolja ehelyett a Paul. Tehát, hogy tényleg itt egy olyan elképesztő feszültség van az elmondási képesség meg a szituáció között, amiben kipréseli magából ezeket a szavakat. Hát ugye ennek az a vége, hogy az anya, aki a kérdései alapján, én nem gondolom, hogy nem tudja, hogy miről van szó. Ő szerintem jobban retteg, tehát ő sokkal jobban félti a fiát, mint amennyire halálos beteg. Ugye azt mondja neki a végén, hogy szerzett két gyapjú alsó nadrágot, hogy azt vigye magával feltétlenül, hogy meg ne fázzon. És hát ez ebben minden benne van. De hát ez, hogy ugye itt nem arról van szó, én szerintem, de most ez egy ilyen értelmezési kérdés, hogy,
hogy az anya ne tudná, hogy milyen szörnyűség történik, nyilván nem tudja a részleteket. Hanem arról van szó, hogy mi a fenét tehet még. Ugye, mert hát ez neki a kicsi fia, ő arról tud csak gondoskodni, hogy ne fázzon fel. Ezt tudja tenni érte, és ezt, amit meg tud tenni, ezt meg a végletekig megteszi. De nem azért, mert azt hiszi, hogy minden rendben lesz, hanem azért, mert ennyi maradt neki. Ugye ez picit a, tudjátok, a tóték probléma. Hogy ezt tudod tenni, Ahol, és azért ezt meg fogod tenni. És hát azért tehát szeretném leszögezni, hogy én ezt nagyon-nagyon nagy regénynek gondolom, mert ugye az igazi nagy problémák azok megoldhatatlanok, mert teljesen igazad van, hogy mit tehetne még többet, meg a tótékat is értjük, de ugyanakkor az is igaz, hogy tóték nélkül nincs őrnagy, és az is igaz, hogy most akkor hadd idézek egy másik ilyen nagyon fontos katonaregényt, és a Remarque-nak a kiképzés része az azért nagyon megidézi az iskola határont, ahol ugye a medve azt mondja, hogy de anyám, érts meg engem szavak nélkül is. Ami hát ugye az, erre a szülő-gyerek kapcsolatra egy gyönyörű metafora, hogy az anya nem tudja úgy kinyitni azt a kommunikációs teret, tehát ez szól erről a társadalomról is, erről az első világháborús német társadalomról is, vagy európai társadalomról is, hogy van egy olyan alapvető képmutatás, mint modor, mint attitűd, amit nem lehet úgy kinyitni, hogy ez a gyerek valamit el tudjon mondani, vagy hogy nem tudom, szétverje a fél lakást, vagy sikoltozzon egy sor. Tehát, hogy erre nincs mód. De ezt és mondja is a szerint... Paul, hogy nincsenek ilyen kapcsolatban ők. Tehát, hogy ők nem így Ez az. kommunikálnak egymással. Mégis pont, tehát, hogy ha kommunikálnának így, akkor nem lenne talán annyira szívfacsaró, mert ez egyszerűen tényleg az ember szívét kifacsarja, hogy az anya mit tesz érte valójában. Hogy ezek az apróságok, amiket az anyák izélnek, hogy ezt a kis cuccot még vidd el magaddal, és hogy lemond arról a ízes falatról, csak azért, hogy a gyerekének még ott megtartsa valahogyan. Akkor is, hogyha lehet, hogy soha többet nem jön hozzá vissza, de hogy ez akkor is egy, tehát hogy ez az övé, az félre van neki téve. Van még nekem egy témám. Ez igen. A röviden összefoglalom a szépségábrázolási problémája a regénynek. Ugye a nyugatban, ezt már mondtam, hogy a nyugatban megjelent 29-ben egy kritika a regényről, és azt emeli ki a kritika, hogy egy háborús regénynél mindig probléma, hogy az irodalmi nyelvhasználat az felemeli a tárgyát. Mert az irodalmi nyelvhasználat az ilyen. És éppen azt dicséri meg a kritika, hogy a Remarque mennyire szépen szétválasztja a fiúnak a belső szépségét a külvilágnak a borzalmától. Tehát, hogy egy pillanatra nem lesz az a benyomásunk, hogy valami illúziója van a háborúhoz kapcsolódóan. Ez egyébként teljesen nem igaz, mert a bajtársiasságról elég szép dolgokat mondom, most ezt hagyjuk, hanem az az érdekes, hogy ez a belső szépsége, ami megvan ennek a főszereplőnek, ez szerintem ilyen nagyon izgalmas és különböző módokon jelent meg a regényben, meg a két filmben. A 79-es filmben ott nagyon szépen játszik azzal a film, hogy mintha ez a srác egy készülő művész lenne, ugye a madárrajzal, ami egy keretbe is foglalja az egész filmet, mert ugye a suliban is madarat rajzol, miközben ott patetikusan előadja a nagy nemzeti narratívát neki a tanára, és a film legvégén is egy madarat rajzolna, miközben megölik. A 2022-es filmben pedig azt mondja neki a legjobb haverja, hogy ne hülyéskedj, te egy művelt ember vagy, én ugye írni, olvasni se tudó cipész vagyok, te olvasod föl nekem a feleségem levelét a latrinán, ami a világ legnyugodtabb helye, ez is már egy mennyire zseniális húzás a filmben, és hogy neked az a kötelességed, hogy tanulj tovább. Tehát, hogy ebben a srácban érezni, hogy benne valamilyen alkotó vagy értelmiségi véna van, és hát a szépsége az ugye ez a naív lelkesedni tudás, és ugyanakkor a
hogy mondjam nektek, az érzékelésnek a kifinomultsága. Tehát, hogy iszonyatos terhet vállal ezzel, hogy átéli, hogy megölik. Ez olyan fantasztikus ebben a regényben, amikor azt mondja, hogy itt megöltek egy generációt. Akkor is, ha visszajöttünk a frontról, és éljük tovább az életünket, minket akkor is megöltek. Azt mondja, hogy éppen elkezdtük szeretni az életet, és lőnünk kellett rá. Maga a művésznek a szerepe egy tragédiában, egy ilyen történet tragédiában. Radnóti Miklós, hogy miatta tudjuk, hogy milyen szörnyűségek vannak ott. Mert elmondhatná nekem azt a nagyapám, ahogy el tudja mondani, meg el tudja mondani Radnóti Miklós. Szóval ez az emberiségnek egy hatalmas kincse, még akkor is, hogyha szerencsétlent ugye megölik és feláldozza magát, de hogy nekünk ez mekkora kincs, hogy irodalmilag ez így meg van fogalmazva, és ugyanez igaz erre a regényre is. Igen, ebben lehet, hogy az is benne van, ugye, hogy éppen szerették az életet, tehát ők éppen kiléptek a felnőtt korba, és itt egy határ, és akkor vissza lehet csatolni az iskola határonhoz. Itt nekik ez a határátlépés a gyerekkorból a felnőtt életbe, hogy az hogy történik meg, hogy az nem természetes módon történik meg, hanem van egy természetellenes közeg, amiben ezt végig kell élniük, és akkor már nem csak a iskola határt lehet ide kapcsolni, a sorstalanságot is ide lehet kapcsolni, ugye ott is ez történik, hogy tulajdonképpen a háború az egy olyan közeget teremt, ami megerőszakolja az embernek a sorsát, az életét, ezt a átlépést a gyerekkorból, a felnőtt korba, és lehet, hogy ez is annyira érzékenyé teszi az elbeszélőt, hogy ő éppen élni kezdett volna, éppen nyitott lett volna a szépségre, nyitott lett volna ugye a másik nem felé, a párkapcsolat felé is. Ez is egyébként többször visszatér a regényben, hogy úgy vágyakoznak a lányok iránt, a nők iránt, de nem ilyen közönséges, vagyis én nem éreztem benne ezt a közönségességet, hogy csak a szexualitás, meg csak a testőrömök, hanem úgy általában azt, hogy udvarulunk egy lánynak, hogy érezzük, hogy ott van, hogy mellé ülünk, hogy megszólítjuk, hogy beszéljünk velünk, mennyire hiányzik ez nekik. Ugyanakkor, amit mondtatok, hogy vannak benne szép dolgok is ebbe a bajtársiasság, ez meg valahogy olyan emberi, nem? De hát, hogy akármilyen szörnyű dolgok közé kerülünk, éppen szerettük az életet, próbálunk kapaszkodni abba, ami szép, ami jó. Tehát, hogy vannak a lakomák, ugye, amikor nagyon jól laknak, ez mindig egy fontos dolog, hogy két nagy probléma van ebben a háborúban, nem vagyunk vagy nem tudunk rendesen sokat aludni, és nincs tele a hasunk, mindig éhesek vagyunk. És hogy akkor legalább abba vele kapaszkodunk, hogy amikor a libát elfogjuk, azt a két libát is megsütjük, az milyen mennyei lakoma lesz, és ábrándozunk róla, és akkor ez egy szép idilli pillanat. Egyébként ez az idill, ez ugye Radnótinál, és hogy megpróbálja újra teremteni a háború poklába az elmúlt idillet. Ha más nem, akkor az emlékezéssel. Tehát azért ez is egy önvédelmi mechanizmus valahol, hogy hogy éljük túl a borzalmakat, és akkor itt már nyilván kialakul egy sajátos nyelv közöttük. Amit nem feltétlenül érthet a civil ember, hogy nekik ez miért volt akkora nagy öröm, vagy akkora nagy gyönyörűség. Vagy amikor játszanak a plakáttal, ott leszedi róla azt a nő alakot a plakátról, a színházi előadás plakátjával is elteszi, játék a képzelettel, egy kicsikét a képzeletbe menekülés, és ezek nyilván szép pillanatok voltak. És hát visszakapcsolva a sorstalansággal is azt mondja a végén, hogy a borzalmakról nem tud beszélni, és ez sokan nem, de sokan, sokan kiverte ez a biztosítékot, akkor miről kellene beszélni a koncentrációs táborok öröméről? Hogy arról a szépről, arról az emberiről, amit ott megtapasztalt, hogy ott is voltak emberi dolgok. És ott is megtapasztalhatta az emberséget. És ez olyan groteszk nyilván, ez olyan ellentmondásos, ez olyan nehezen fölfogható, de lehet, hogy az, aki ott átélte, ő ezt tudja, hogy mit jelent, és ő tudja, hogy miről beszél, és hogy volt ilyen, és létezett ilyen. És neki abban a pillanatban sokat jelentett, a kívülálló ezt nem tudja megérteni. Lehet, sőt, biztos, hogy ezt se tudja úgy megérteni. De az Ez egy ilyen. egész helyzet rendkívül groteszk. Ugye itt Igen, ennek a igen. regénynek az nagy teljesítménye, amiket mondtatok, ezeket a példákat, tehát ez kedvesség. Ugye a játék a plakáttal. Az ahogyan az árnyékszéken ülnek, és az tényleg, ugye ez megint csak 2022-es film, de egyik legszebb jelenete, de tényleg az. Tehát természeti képekben, meg vágásban, meg mindenben. Olyan szeretettel néz egymásra ez a két ember. Még azt is mondja a Kaczynski,
hogy nem lenne ez olyan rossz háború, hogyha még nők is lennének. Ez egyszer, amikor jól laknak, akkor ez így kicsúszik a száján, mert hát mégis mit csináljon az ember? Hát, hogyha már ott él 3 éve, akkor csak megpróbál élni. Nagyon izgalmas egyébként a mondtátok többször, csak többször eszembe jutott, hogy, és ezt választottam ki a beszélgetés mottójának, hogy el vagyunk zárva a tevékenységtől, a törekvéstől és a haladástól. Nem hiszünk többé benne, már csak a háborúban hiszünk. Ugye akkor egyébként pont ebbe a, hogy csak háborúba hiszünk, és mégis egyfajta ilyen invert holtovágy poétája van, nem? Mert hogy ott azt mondja az Adi, hogy ugye, hogy gondolt ő volna sok mindenre, borra, nőre, de hogy ez a barbár világ, hogy ugye a társok azok lehúrogták. De itt meg pont az van, hogy ebbe a szörnyűségbe lesz az, akiben van valamiféle nyitottság a világra, az ebben a szörnyűségben valahogyan mégis ki tudja teljesíteni, és ki tudja fejezni magát. Mert már talán túl átkerül a ló másik oldalára, mert nem tudom. Tehát, hogy igen, ez a szépség így utat tör magának ilyen Igen, csatornákon. hogy honnan jutottam ide, mert csak a lényeget nem mondtam, hogy, hát, hogy a groteszksége az ott vált egyértelművé, amikor egy teljesen váratlanul ezekről a leégett, ilyen kidőlt fák tövében a sárban fekvő és a halálukat váró emberekről azért beugrik az embernek a godóra vágni. Tehát, hogy ez tényleg az emberiség létezésének egy ilyen végpillanata, amit megfest ez a szöveg, és bravúrosan csinálja. Azt gondolom, hogy a korszakhoz képest is modernül csinálja meg. Az egy nagyon szép metaforája, a vizuális metaforája a 2022-es filmnek, ezt kritikák is kiemelik, a sár. A sár, mint metafora, és ugye a nagyon nagy jelentősége van a új filmben annak, hogy a főszereplőnknek az arcára, mint egy ilyen maszk, egy repedezett maszk rászárad a sár. És ugye ez főleg akkor abban a nagy jelenetben nagyon hangsúlyos, amikor testközelből öli meg a francia, egyébként nem gépírót, hanem nyomdászt. Tehát, hogy ahogy mondtad, Zoltán, hogy megváltozik a kultúra természete, hogy erre gyönyörű képi metafora ez, hogy mi is a mi arcunk, mi a mi igazságunk, mi az identitásunk, tehát hogy ez a sár, ez most ráragadt a személyiségre, eltorzította, vagy fölbukkan a bennünk rejtőző sár és maszk. Tehát, hogy ugye ezt szokták mondani filozófusok is, hogy meg esztéták is, hogy ebben a két háborúban legalábbis az európai kultúra embere meglátta önnön maga természetének a mélypontját. És ez az eltorzuló arc, sárrá váló arc, na ez nagyon erős a filmben. Gyönyörű a 2022-es képek, mert ilyen gyönyörű természeti beállítások vannak, tehát ilyen vágókép pozícióban csodálatos képeket látunk fákról, meg erdőről. Ugye a fa az egyik legősibb individuációs szimbólum, és ez is egy nagyon telített képi metafora lett, mert egyrészt azt mutatja meg, hogy hát a természet rendje szerint ezeknek a fiataloknak most kellene így kiteljesedniük, ahogy a fa, mint individuációs szimbólum mutatja, és ugyanakkor szerintem benne van a természet közömbössége is, vagy egyfajta transzcendens közömbösség, mert hogy el is hangzik a filmben, hogy Isten megnézi, ami itt történik. Tehát, hogy itt ez az iszonyat, ez a húsdaráló, és a természet meg amorálisan és apersonálisan éri tovább a maga életét. Tehát, hogy nagyon komplexek ezek a gyönyörű, szép természeti vágóképek. Egyszerre humánusak, és egyszerre antihumánusak. Egyébként nagyon érdekes, ahogy mondtad, ez a sár, hogy befedi az arcukat, és azokban a jelenetekben nekem azt ötlött szembe, hogy ahogy kivilágít a szemfehérje, ahogy kinyitják a szemüket. Ugye, és ugye a szem a lélek tükre, hogy valami emberség ott van bennük, hogy ott van bennük az emberség, még ott van az ember is a sár mögött, az állarc mögött, a kegyetlenség mögött, amit rájuk kényszerít a sors. Az úgy tényleg... Hogy pont amikor ugye az egyetlen embert, aki ilyen kézitusában megöl,
hogy ezt a francia düvát, hogy akkor a legsárosabb az arca. Mint hogyha akkor ragadna rá leginkább ez a szerep, amit neki föl kell venni, ami nem ő. Nekem Hogy még és az hát is eszembe. ennek a szenvedése. Tehát ezek a sár mögül kiragyogó szemek, hogy tehát végignézzük in actu, végignézzük a processzust, ahogy egy embertelen gépezet megfosztja az embereket, lenyúzza róluk az emberségüket. És a Nekem még az sár... is eszembe jutott ebben a jelenetben, hogy egy jó tenyérnyi törmelék, akkor már a teremtmények arca. Szerintem van még ebben a beszélgetésben, de időnk az viszont nincsen. Úgyhogy én most megköszönöm, hogy jöttetek és együtt gondolkodhattunk erről. És csak annyit tennék még hozzá, hogy itt a videó végén meg lehet nézni itt az előző beszélgetésünket. A Grecsó Krisztiánnak a valami népi novellás kötetéről beszélgettünk, és nagyon érdekes. És itt pedig fel kell iratkozni a csatornára, és az összes többit is megnézni. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy jöttetek, és érdekes volt, mint mindig. Thank you.